Június 3-án rendezte meg a családi napját a Tamási Hús Kft. Az eseményen minden korosztályra gondoltak, így a gyerekek számára ugrálóvár és egyéb játékok, arcfestés és a tűzoltóság biztosította a szórakozást, emellett pedig a résztvevőket színes műsor és ízletes ételek és italok várták. Úgy gondolom, hogy a mai világban, amikor a munkaerő egyre inkább felértékelődik, szerintem az is fontos, hogy a dolgozó, aki így dolgozik, a saját családjába is megkapja azt a támogatást, hogy ahol dolgozik, az egy jó hely, és érdemes itt lenni. Tehát én úgy gondolom, hogy minden munkásnak az egy plusz, hogyha a családja támogatja a munkájában. Korábban karácsonyi vacsora volt csak a dolgozóknak, ahol mindenkit meghívtunk, és most tavaly volt az első családi nap, ami elég jól sikerült. És ugye a tavalyi évhez képest idén dupla a résztvevőknek a száma, mert annyira jól érezték magukat tavaly a dolgozók, és főleg a gyerekek, meg a család, hogy akkor idén sokkal többen jöttek el, vagy remélem, hogy eljönnek. A rendezvényen a Gierlinger Holding ügyvezetője Péter Schulze is részt vett, és elmondta, miért is tartják fontosnak, hogy a cégnél dolgozó több mint 400 alkalmazott számára ilyen programokat is biztosítsanak. A családi napot 2 éve kezdtük el, én 3 éve vagyok itt ügyvezető. Elmondhatatlanul fontosnak találom, hogy vissza is adjunk valamit a családoknak, akik egész évben a cégért dolgoznak. Elengedhetetlen a jó munkakultúra, és az is, hogy itt barátokkal találkozunk. Törekszünk a személyes emberi kapcsolatokra a dolgozóinkkal, ezért is igyekszünk ténylegesen időt eltölteni a családjaikkal. A Tamási Hús Kft. Dolgozóit is megkérdeztük, hogy miért látogattak el a cég családi napjára. Azért jöttem el, végül is, hát itt találkozik az ember igazából minden kollégával, családjával, és talán ez is tartom fontos, régi nyugdíjasokkal. A gyerekek élvezzék egy kicsit, meg hát lehetőség van, akkor eljövünk, jó érezzük magunkat egy kicsit. A vendégeket zenés programok, egy mazsolett és egy pompomlány csapat is szórakoztatta, de természetesen a rendezvény arról szólt, hogy a családok és a munkatársak kikapcsolódhassanak, és jó hangulatban töltessenek el együtt egy kellemes délutánt.